Ausztria második legnagyobb városa, Graz, Stájerország fővárosa mindössze 3,5-4 óra alatt elérhető. Ezen is látszik, hogy Bécs után hol szállsz meg, amint megérkezel, a Stahalle szállodánkkal szembeni oldalán egy hatalmas plakát hirdeti a december 4-i Simply Red koncertet. Ez persze azért is kiemelkedik, mert a december 6-i budapesti előadásukra is van jegyünk, és ezek szerint innen jönnek majd. Graz főtere, a Hauptplatz a városházával szemben. Fotó, Privátbankár, Kormos Olga Graz főtere, a Hauptplatz a városházával szemben. Fotó, Privátbankár, Kormos Olga. De gyorsan a központba! Először jegyet veszünk, aztán megtudjuk, hogy a belvárosban ingyenes a villamos. Aztán mire a főtérre érünk, már nem kell sok, hogy meglegyen az a bizonyos bécsi érzés. Tényleg olyan, mintha az osztrák főváros óvárosának sétáló utcáin sétálnánk, mert a gyönyörű kirakatok, a hívogatóbb kávézók, pizzériák, éttermek ugyanúgy mosolyognak ránk, az emberek pedig lazán sétálgatnak és kávéznak egy egyszerű szerdán. Délután. Minden csak kisebb léptékben. Csúszda hegy gyomrában. A főtérre, a Hauptplatzra érve, ahol a városháza is áll, már bánjuk, hogy nem láttuk az adventi fényekben. A karácsonyi vásár állítólag itt is ugyanolyan vonzó, mint Bécsben. De nem kell a karácsony, hogy rácsodálkozzunk a kis osztrák ékszerdobozra, nem véletlen, hogy az egész óvárosa felkerült az UNESCO világörökségi listájára, amivel most, hogy ott jártunk, mélységesen egyetértünk. Kapcsolódó cikk szabadabban is lehet nyomorogni, ilyen országot akarunk magunknak. Mexikóban elkerülheti a bajt, de a szegénységet nem. Világutazás rovatunk legújabb cikkéből az is kiderül, tanulhatnánk-e valamit a közép-amerikai országtól. Mielőtt meglátogatnánk a város leghíresebb látnivalóját és szimbólumát, a Schlossberget, egy bécsi szelet csábít minket, amelyet szokatlanul szederlekvárral tálalnak, és lemosnak a vicces nevű Puntigamerserrel. Felvonóval felmászunk a hegy tetejére. A kilátás páratlan, hiszen fentről is látszik a vöröstetők és a modern házak keveréke, amelyek között a Mura folyó csillan, ami később még több meglepetést tartogat. A kék gömb már innen is kiemelkedik, de erről majd később. Szeptember 9-11-én Schlossbergben rendezték meg a FIBA 3-3 Európa bajnokságot. A 3x3 kosárlabda a kosárlabda 3-asban, palánkkal és félpályás felállásban játszott változata. Fotó, Privátbankár, Kormos Olga szeptember 9-11-én Schlossbergben rendezték meg a FIBA 3-3 Európa bajnokságot. A 3x3 kosárlabda a kosárlabda 3-asban, palánkkal és félpályás felállásban játszott változata. Fotó, Privátbankár, Kormos Olga. A hegyen szabadtéri színpad található, ahol nyáron koncerteket, színházi előadásokat, sőt sportrendezvényeket is rendeznek. Egykor börtön volt, ezért nagyon különleges hangulata van. Kicsit lejjebb már csak az óratorony és a harangtorony maradt meg a város fölé emelt erődből, ahonnan a bátor vállalkozók is leereszkedhetnek a hegygyomrába épített csúszdán. A 260 lépcsőfokot választjuk lefelé, de előtte egy melange és a híres apfelstrudel meleg vanília szósszal kötelező. Le lehet jutni lifttel, csúszdával, felvonóval és gyalog. Fotó, Privátbankár, Kormos Olga lifttel, csúszdával, felvonóval és gyalogosan is le lehet jutni. Fotó, Privátbankár, Kormos Olga. A Schlossberg egyébként a csodahegye, hiszen bent még egy mesebeli vasút is várja a gyerekeket. Kapcsolódó cikk az Ezüst és Tárnák városa, a felvidék gyöngyszemére látogattunk a világutazásunk rovat ezúttal egy kicsi, de izgalmas felvidéki települést tárt fel. Ultramodern épületek. Remegő lábakkal érünk el az óvárosba, ahol a Mura túloldalára vesszük az irányt. Itt jön az első meglepetés, ugyanis alkonyatkor hirtelen feltűnik a váltakozó fényben fürdő Murinsel, a folyón úszó, minden képzeletet felülmúló, többfunkciós modern sziget és híd, amely egyben kávézó és szórakozó hely is. Alattunk hangos zúgással folyik a folyó, ahol jó időben raftingolni is lehet. A Murinselt egy New Yorki építész tervezte. Fotó, Privátbankár, Kormos Olga Murinselt egy New Yorki építész tervezte. Fotó, Privátbankár, Kormos Olga. A Nyugalom szigete nincs rögzítve a mederhez, vízállástól függően 5 métert tud fellemozogni. A lenyűgözően modern alkotás 2003-ban épült, amikor Graz volt Európa kulturális fővárosa. A túlsó partra átérve azonnal érezhető a Lend negyed valamivel visszafogottabb aurája, és itt is beigazolódik a törvény, miszerint a turistákat általában más hangulat fogadja a folyók túloldalán.
Itt jön a másik csoda, mert egy másik modern alkotással, a Kuntaussal találkozunk. Ez az a bizonyos látogatóközpont, amelyet a helyiek Kék Gömbnek hívnak, és úgy néz ki, mint egy sündisznó és egy amőba kereszteződése, amit a hegy tetejéről láthatunk. A kép jobb oldalán látható a Kék Gömb, amit azonnal észrevehetsz. Remek kiállításokat rendeznek ott. Fotó, privátbankár, Kormos Olga. A kép jobb oldalán látható a Kék Gömb, amely azonnal kiszúrható. Nagy kiállításokat rendeznek ott. Fotó, privátbankár, Kormos Olga. Szintén 2003-ban a város megújulása során épült, és már fennállásával is nagy lendületet adott a negyednek, amely ezért úgy kezdett el fejlődni, hogy az emberek szívesen bolyonganak a kisebb üzletek, kávézók, kávézók között, és termelői piacok. Zárt kastély nyitott angol parkkal. A villamos a Lend negyeden keresztül visz az 1666-ban épült, szintén UNESCO világörökség részét képező Eggenberg kastélyhoz, amely nagy sajnálatunkra a nyári időszak után két nappal előttünk bezárt, így csak kívülről csodálhatjuk meg, mert a belépőjegy töredékéért beengedik a látogatókat az angol parkba, ahol pávák legelnek. A kastélyt különösen átfogó asztrológiai-numerológiai kapcsolat jellemzi, főbejárat a keleti fekvésű, négy saroktornya, az égbolt szerint a napóráira utaló 24 reprezentációs helyiséggel, összesen 365 ablak az épületen. Ki a világba? A leghosszabb hónapokra utalva minden emeleten 31 szobát alakítottak ki, a bolygószobát pedig 8 ablakkal szerelték fel, mert akkoriban ennyi bolygót számoltak. Télen természetvédelmi okokból zárva tart. Fotó, privátbankár, Kormos Olga. Télen természetvédelmi okokból zárva tart. Fotó, privátbankár, Kormos Olga. A falak és a mennyezeti freskók az állatövet és a bolygórendszert szimbolizálják, de még több kapcsolat várja az április és október között érkező turistákat. Lenyűgöző az a tudatosság, amellyel belső Ausztria egykori kormányzója, Hans Uri Hegenberg a kastélyt építette, és ha valaki betérne a csehországi Hegenberg sörgyárba, joggal gondolná, hogy az ő családjáé is. Még több gasztro. Nem volt időnk a Zöeukhausra, a világ legnagyobb 30 ezres fegyvergyűjteményére, valamint a botanikus kertre, a medveszurdokot pedig a súlyos sziklaomlások miatti lezárások miatt ki kellett hagynunk, de mivel Graz kiérdemelte a Ausztria kulináris fővárosa, a gasztronómiai élmények némileg kárpótoltak bennünket. A pizzériáktól a bisztrókon át a borkorcsolyákat, a híres tökmagolajos fagylaltot és az incsiklandó pékárut és az ír kocsmákig Graz sok mindent kínál mindenkinek, aki egy nagy falatot szeretne a dekadens nyugatból egy hétvégén. Valójában az a legjobb, ha elmegyünk egy hosszú hétvégére. Kapcsolódó cikk: 6 nap a szigetek és hidak fővárosában hatalmas esővel búcsúztunk Budapesttől, és Stockholm is heves esővel fogadott bennünket. Hivatalosan több napsütéses óra van a svéd fővárosban, mint Párizsban, de az ott eltöltött 6 nap alatt erről nem sikerült meggyőződnünk. Ennek ellenére bármikor visszamennénk. A világjáró korábbi cikkeit itt olvashatja.